No kérem szépen, haló haló srácok, én Spetyka vagyok, és akkor örömmel jelentem be, hogy elkészült a Formula TM-re a stream overlay, tehát ezzel a felülettel, amit így láttok itt így körbe, ezzel fogtok találkozni a közvetítések alatt. Igazándiból tém egyszerű, és most így nem tudom, hogy miért akadt ki a szerver. Mindegy is. Hát akkor addig így gyorsan kialtabolok és megmutogatom. Hát így egyértelmű, hogy itt Formula TM, illetve az én Facebook oldalamnak a rövidített linkje van, hát nyilván beírjátok elő, hogy facebook.com/, amit ott láttok, és akkor az kész is. Ott addig nem fogok tudni elmutatni, de úgy alba az irányba ott jobb fölül lesz mindig kiírva, hogy hányadik futam, melyik pálya és ki a készítője. Illetve még gondolkozom azon, hogy lesz egy olyan lap, amit nyilván a közvetítések elején fogok megmutatni, ahol esetleg az adott heti állás, adott futam előtti összesített állás lesz, de ez majd még a jövő kérdése. Egyébként a második szezonnál már volt egy ilyen. És egyébként akik esetleg akarják közvetíteni a Formula TM-et ugyanígy saját szemszögből, stb. És szeretnék esetleg ők is ezt az overlay-t így beüzemelni, szóljanak, és akkor szívesen kölcsönadom perbe üzemelem nekik is. Annyi, hogy ha a webcamot is használtok, akkor mindenképpen 16.9-esre van ugye tervezve itt ez, egy ilyen széles vásznúra, 4.3-assal kicsit élvaszos lesz, de valamit arra is kitalálunk akkor. De hát akkor nézzük is, hogy milyen az, amikor úgy játszunk. Tehát próbáltam úgy igazítani, hogy se itt a kamera környékén, se ott arra fönt ne takarjon ki semmit igazándiból. Szerintem azért többé-kevésbé sikerült. Aztán, hogy élesben mit fog ütni, hát nyilván egyébként jobb fölül annyit kitakar, hogy melyik pályán vagyunk, de hát azt úgyis kijön oda. Az meg, hogy melyik lesz a következő pálya, az sem lesz mérvadó élesben. Úgyhogy. Ahogy egyébként a tavalyi felvételekről elnéztem, tehát az előző szezonos felvételek alapján, a webkamera sem fog kitakarni semmit, mivel hogy azt hiszem, hogy fastnál nincs előtt semmiféle kijelző. Szerintem. És egyébként nem vagyok elfogult szerintem, de véleményem szerint egészen szépen sikeredett. Így néz ki, hogyha okol volna minden. Csinálhatnék én ide a benzinnek egy ilyen kis, külön kis keretet. Viszont hogyha bekapcsoljuk, akkor látjátok, hogy akkor belelóg a checkpointok közötti, tehát az embereknek az összesítettje, hogy ki mennyire van a másiktól. Illetve a Daddy Mania, és az pedig hát valljuk be, nem lenne jó. Hát fast szempontjából kicsit szerencsétlen helyen van a kijelző. Benzintankjelző, de nem tudom. Lehet, hogy megpróbáljuk majd módosítani és átrakjuk máshova. Tehát akkor így röviden így ennyit is mondanék el róla. Szerintem olyan rengeteget úgy más nem lehet elmondani. Remélem tetszik nektek, és tényleg, hogyha esetleg akartok streamelni, vagy felvételt csinálni, vagy stb. Mert egyébként igazándiból utána tök jó dolog visszanézni, meg hogyha van esetleg egy-egy baki, ami úgy felvételre kerül, azt azért úgy jó röhögve 20 milliószor végignézni, mint hogyha fölmentek a Twitch-emre, akkor ott is egyet-kettőt, amit én felvettem, azt ki szoktam emelni. Úgyhogy ja. Nem tudom, hogy mit beszéltem én erről majd 5 percet, de találkozunk hamarosan. Jövő héten, azaz március 2. hetében tartjuk majd a végső mapválogatást.
azt valószínűleg már ezzel az overlay-jel élőben fogom közvetíteni nektek. És akkor utána március második felében pedig már élesben találkozunk majd. Úgyhogy addig is legyetek jók, jó játékot addig is, sziasztok!